eltávolodtunk a természettől. A lánya nyilvános vécén mellettem lévő fülkéjében egy irdatlan nagyot fingott éppen, és most nem mer kijönni, csak kotlik az ében fekete fekálián tipre, hogy anonimitását megőrizze. Pedig hát mi szégyelni valóban abban, ha szarik az ember? És ki most, ha kell kijönni, nem mer, mert tudja, hogy tudom, meg sem mozdul, de hallom, hogy szuszog. Se baj, akkor majd kimegyek én, jó hangosan, hogy tudja, tiszta a terep. Nem lesz senki a földkerekén, ki tudná, mit történt ideben. Basszus! Mi van, ha őr is arra gondolt, hogy majd gyorsan lelépsz, még előttem hagyja el tetthelyét, hátrahagyva csapot, papot, szagot, és akkor... Egyszerre állunk fel, egyszerre törlünk, egyszerre távolodik az ülőket tőlünk, egyszerre húzzuk le, egyszerre gombolunk, és a fülkéből egyszerre, egyszerre távozunk, és akkor odakint szemtől szembe egymással, meglátom, pedig nem akarta, hogy meglássam. És akkor tudni fogja, hogy tudom, hogy ő fingott. Nem, ez így nem lesz jó, inkább átszólok. Figyelj, nem vész, hallottam, de nem gáz, fingottál, ennyi az egész, kimegyek én, ha megvársz, elmegyek, aztán kivesz, te is sohasem tudom majd ki vagy. Mondd, oké, ez így neked? Amiatt mi történt? Ne szégyeld magad. Semmi válasz. Ahó, nem értem most, miért nem szólsz, akkor kimegyek, vagy kimehetsz te, nekem 8. Síri csend. Nem hallod? Te lány, én bizmos, kimegyek. Te lány, hát nem szólsz. Mit tegyek? Várok, s a WC-ben nem hallik semmi hír. Fülkéi, mint hallgatva, mint meg annyi puszta sír. Ah, lágyan kél a testi szél a WC-kagyló felé. Szüzek siralma, özvegyek panasz a nyök belé. Ha! Ha! Mi zúg, mi éjjel a szomszéd fülkében ez? Nem hallod? Te voltál, seggedből jön Enesz? Várok. S a WC-ben nem hallik semmi hír. Áll néma csend. Légy szárnya bent se künn nem hallatik. Várok, de nem mozdul. Itt mégsem alhatik. Néma csend. Nem, nincs néma csend, bocsánat. Néma csend. Nem, szuszog. És nem moccan. És akkor rájövök. Rájövök, hogy csak a saját fingom visszhangját hallottam.